A moholság vására, ugye egyre több olyan terméket vásárolunk, amire az égvilágon semmi szükségünk nincsen, ez tény. Régen akkor vettünk új tévét, amikor a régi javíthatatlanul elromlott, vagy hűtőt, akkor, ha az kilehelte a lelkét. Ma sokszor akkor, ha megjelenik egy új modell, a régit pedig vagy töredékáron eladjuk, vagy elajándékozzuk, vagy esetleg kidobjuk. Gyakorlatilag folyamatosan irgalmatlan akciókkal, vagy akciónak tűnő átverésekkel bombáznak bennünket, aminek a csúcspontja a hétvégén volt, ugye a fekete pénteken. De jönnek nem sokára a karácsonyi, majd közvetlenül utána a karácsony utáni reárazások, mikor átverés egy leárazás, és ha valamit az eredeti ár feléért árulnak, akkor az lehet, hogy csak annyit is ér. Egyáltalán a leárazás előtt van-e felárazás? Őrjöngő tömeg veszik össze műszaki termékeken amerikai nagyáruházakban a tavalyi Black Friday, vagyis fekete péntek idején készült amatőr felvételeken. Itthon megszoktuk, hogyha sorbanállás van is, mi kimért tekintettel követjük a vásárlótársainkat. Kénytelen kelletlen odébb húzódunk, ha valaki előttünk ér oda egy vágyott termékért az üzletben. Nem változtatott a szokásainkon a fekete péntek nevű amerikai találmány sem. Bár az alapja egyáltalán nem pozitív töltetű esemény volt, ahogy ebből a 60-as évek elején készült tévéműsorból is látszik. A hálaadás után megkezdődő karácsonyi bevásárló szezon indulásával a 60-as évek amerikai nagyvárosaiban ilyenkor az utcákat elöntő hatalmas vásárlótömeg és az óriási dugók miatt kapta a csöpet sem hízelgő nevet november utolsó pénteki napja. De van rá másik magyarázat is. Erről világjáró kollégám Vujic Trütko számolt be nekem egyenesen Washingtonból. Szervusz Ádám, köszöntelek Washingtonból. Én egyébként, amikor itt éltem, akkor itt vásároltam be, és lehet, hogy furcsa, hogy fekete péntekkel kapcsolatban egy szinte üres parkolóból beszélek, de ennek az a magyarázata, hogy ma Thanksgiving, vagyis hálaadás napja van, és most csütörtökön, hát olyan 5 óra, 6 órától kezdődik az igazi fekete péntek. Sokan egyébként azt mondják, hogy ez a fekete péntek egészen karácsonyig tart, és minden nap fekete péntek. Tudom, hogy adtál magyarázatot arra, hogy miért éppen fekete ez a bizonyos péntek. Hadd mondjak én is egy hihető teóriát. Annak idején a könyvelők pirossal jelölték a veszteséget a mérlegkönyvekben, és feketével a nyerességet. A kiskereskedelmi cégeknél pedig éppen ezen a pénteken fordult a veszteség nyerességbe, a piros feketébe. Hát sokan úgy tartják, hogy ez az igazi fekete péntek. Balogh Klaudiát, a Newsroom Los Angeles-i tudósítóját viszont egészen más látvány fogadta az egyik nagy bevásárlóközpont előtt. Itt vagyok egy kaliforniai Best Buy-nál, ahol ugyancsak délután 5-kor nyílnak ki az ajtók, de vannak olyan családok, akik napokkal ezelőtt felállították sátraikat, hogy a lehető legjobb áron jussanak hozzá olyan elektromos termékekhez, amelyeket be tudnak tenni akár a karácsonyfa alá is. Beszélünk itt Xboxról, PlayStationről, különféle televíziókról, és olyan termékekről, amikre akár hónapokkal ezelőtt elkezdtek gyűjteni, és fantasztikus leárazások várnak rájuk, ahogy belépnek az üzletbe. Az egyik amerikai piackutató cég felmérései szerint az elmúlt 10 évben több mint 400%-kal nőtt az az összeg, amit fekete pénteken az amerikaiak az online kasszákban hagynak. Ez tavaly 2360 milliárd dollár volt, csak összehasonlításképpen a teljes magyar GDP 2017-ben 139 milliárd dollár volt. Tehát nagyjából 6-7%-a annak, amit az amerikaiak egy nap alatt eltapsoltak. És hogy mi a helyzet a szomszédban, Török Réka kollégám Pandorfból mutatja meg, hogyan feketéznek a közelnyugaton. Szia Ádám, itt vagyunk Pandorfban, alapvetően én nagyon-nagyon szeretem ezt a helyet, de hát ilyenkor Black Friday idején eszembe nem jutna ide jönni. Már amikor jöttünk befele, körülbelül fél órát köröztünk ahhoz, hogy le tudjunk parkolni, és rendőrök irányítják a forgalmat, olyan szinten sokan vannak. Hát nem tudom, hogy a boltokban mennyit kell sorban állni ahhoz, hogy meg tudjuk venni az adott cikkeket. És hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy ilyenkor oké, hogy egy kicsit olcsóbban lehet megkapni a dolgokat, de azért nem annyival olcsóbban, hogy megérje kivárni a kilométeres sorokat. Mivel a fekete pénteki vásárlás cunami, shopping tornádó, plázaostrom, ma már javarészt a neten zajlik, vessünk egy pillantást arra, hogyan próbálnak hülyére venni azzal, hogy hülyék lennénk otthagyni ezt. Meg ezt, meg ezt, meg talán ezt.
Ebben Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének projektvezetője segít nekünk. Ilyen áruösszesült oldalon gyakran vannak árdiagramok, ahol látjuk szépen, hogy az elmúlt fél évben mi hogyan is változott a termék átlagára, és azért látjuk, hogy ezt az árat, ezt a 220-210 ezer forintot, ezt így tartja most már ugye az elmúlt 2-3 hónapban, tehát hogy ez a majd 300 ezer forintról való akciózást, ez azért, hogy is mondjam, nem egy kihagyhatatlan lehetőség. 300 ezer forintnál ez volt a belépő ára ennek igen, a terméknek. Egy 4-5 hónappal ezelőtt. Aztán alig egy hónap alatt már majdnem 50 ezer forinttal olcsóbban lehetett kapni, és tulajdonképpen volt egy kis felfutása, de egy picit volt, és október elejétől már nagyjából ugyanannyit igen, lehet kapni, igen, mint most a Black Friday alkalmával. A végfogyasztói ár az tulajdonképpen eléggé belesimul az átlagárban. És ezt az ellenőrzést tulajdonképpen ezt körülbelül 5 perc alatt el tudjuk végezni mi magunk is. Ez jogsértő, amit most látunk, ez a diagram tulajdonképpen? Én úgy fogalmaznék, hogy a hatóság figyelmében ajánlanám kivizsgálni az esetet. De várjanak csak, mert találtunk másik trükköt is. Egy porszívót látunk, aminek az árát alig pár héttel fekete péntek előtt hirtelen megemelték. Tulajdonképpen ezek lehetnek azok a trükkök, amit nem győzöm hangsúlyozni, jogellenesek és a fogyasztóvédelmi hatóság is, ha találkozik velük, ez, akkor meg... Ez, amit itt most látunk, jogellenes? Ez gyanús. Én ezt tudom mondani, nem vagyok hatóság. Gyanús. Így akarják tehát elhitetni velünk, hogy csak most, csak nekünk elképesztő olcsó jár valami. Ráadásul ennek van egy erős piaci mellékhatása is. Az állandó akciózás azt jelenti, hogy nem fizetjük meg a termék, illetve a kereskedelmi láncnak a teljes költségét, és hosszabb távon egyre kevesebb szereplő fog nekünk terméket kínálni. Vagyis maradnak a nagyok és tönkre mennek, vagy legalábbis a netre költöznek a kicsik. Ide vezethet a túlpörgetett mohóság a kereskedők és a vásárlók részéről is. De azért nem kell mindjárt a pokolra kívánni az egész fekete pénteket. Igenis van, amihez ilyenkor tényleg olcsón juthatunk hozzá. És nem ez az egyetlen előnye a fekete péntek jelenségnek. Ezt már Neulinger Ágnes, a Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének tanszékvezetője meséli, akit külföldön értem utol Skype-on. Ő a fekete péntek kevésbé fekete oldalára is rávilágított. Hogyha a fogyasztó valós ajánlattal szembesül, tehát igazi kedvezményt tud kapni, mert figyeli az árat, látja, hogy hú, ez a téve, mint meg akarok egyébként is venni, most 20%-kal olcsóbb, akkor az jó neki, mert egyébként is meg akarta volna venni. Kereskedőnek jó, mert a szezon elindul. Tehát beindul ez a karácsonyi vásárlás, és szépen erre a 6-8 hétre elsimul, vagy hát nyilván nem lesz teljesen simul, mert lesz benne egy növekedés a végén, de mégiscsak kicsit jobban ki lesz ez húzva az időszak. Ebből a szempontból jó. Hogy mennyit vásárolunk, hogy a szükségleteink szerint vásárolunk-e, az meg egy másik kérdés. Ráadásul nálunk a fekete péntek heteken át tart, tehát bőven van idő hülyeségekre elszórni a pénzt, de rendesen felkészülni is. Mert hogy nem csak az árpókerben lehet blöffölni, marketing oldalról is megvannak a bevett trükkök a szédítésre. Ilyenkor sok jó ajánlat jelenik meg, ugye a nagy árkedvezmény oda vonzza a figyelmet, hogy hú, most 30-40-50%, vagy akár csak 20%, néha 10% is sok, ez mind-mind erősen hat. A másik, ami ugye még ráerősít erre, az ilyenkor az limitált idő. Hogy mondjuk ez csak egy napig érvényes. Vagy csak x darabot lehet vásárolni. Hogy nálunk mekkora és miért számít még így is soknak az ilyenkor elköltött összeg, arról kicsit később. Most menjünk vásárolni. Hatalmas terek, minden karácsonyi díszben. A parfümüzletből illatáradat, a kirakatokból fényár taglózza le az érzékszerveinket. Kiváló stimulánsok a shoppingoláshoz. Vásárlás közben találkozunk Kun Bernadettel, az ELTE pszichológia és addiktológia tanszékének oktatójával, aki a vásárlás függőséget kutatja. De mitől válunk egyáltalán vásárlás függővé, és mennyire tehetnek erről az akciós árzuhanások? Ez a birtoklás kényszere tulajdonképpen? Van benne egy a tárgyakhoz való nagyon erős viszony, illetve a pénzhez is, tehát azt lehet tudni, hogy sokkal materialistábbak ezek az emberek, és emögött az is lehet, hogy gyerekkorukban például többet jutalmazták őket tárgyi dolgokkal, tehát egy jó jegyért mondjuk valami új játékot kapott, vagy pénzt kapott, és ezekkel egy picit a saját önbecsülésüket, önértékelésüket, szorongásaikat, belső problémáikat próbálják kezelni, és ezzel próbálnak értékesebb embernek tűnni, vagy értékesebbnek érezni saját magukat, mert valamiért hiányzik belőlük.
például az önmaguk szeretete, elfogadása. A mohóságon, a birtoklási vágyon azonban osztozunk a kereskedőkkel is. Minket az üres pénztárca büntet, őket a hatóságok. A fogyasztóvédelmi hatóságoknál helyi, lokális akciókat szoktak bírságolni, amelyeknek a tétele jellemzően 200 ezertől 10 millió forintig terjed. A gazdasági versenyhivatalnál a 10 millió az inkább az alja, ők nagyobb, országosan ismert versenyt érintő esetekben vizsgálódnak. A teteje az eddigi tapasztalataink szerint 100 millió forint körül mozog. És hogy mire figyeljen a kereskedő, és mire figyeljünk mi, amikor a kereskedőt figyeljük? Nyilván az is rendkívül fontos, hogy amennyiben akciókat meghirdet, akkor az akciós készlet megtartására figyeljen, olyan készlettel készüljön egy akció időszak alatt, amelyet ki is tud szolgálni minden igényt, amely az akcióval kapcsolatosan érkezik. Tehát hiába írja ki valaki, hogy csak a készlet erejéig szolgálja ki ezzel az akciós áron a fogyasztókat, ha maga az akció az egy adott napra, tehát mondjuk fekete péntekre vonatkozik, akkor neki a teljes nap során végig ki kell tudnia szolgálni az igényeket. Magyarországon az éves teljes kereskedelmi forgalom negyede ebből a november végén kezdődő időszakból származik. Ez óriási pénzmozgás, akár 120 milliárd forint is lehet. De ha már végig a fekete péntekről beszéltünk, érkezzünk meg végre a péntekbe. Kora reggel van, én még borotválkozás előtt, a család többi része még alszik, én viszont kijöttem a konyhába, hogy megnézzem, hogy a legnagyobb webáruházaknak az applikációi működnek-e. Most mindjárt teszek egy próbát, és megnézem őket. És úgy látszik, itt már beállt a virtuális lögdösődés. A három legnagyobb webáruház alkalmazása közül az egyik egyáltalán nem futott, a másodikon a Black Friday termékek nem jöttek elő, és a harmadik is lassú volt. De nézzük, mi a helyzet a fizikai valóságban. Reggel, hát 8 óra 52 perc van, és pár percen belül nyit majd ez a műszaki áruház mögöttünk, és egy kicsi sor már van. Amíg várakozunk, elbeszélgetünk a sorban állókkal, ki mit szeretne kihozni a fekete napból. Mit fognak vásárolni, mikor bejutnak? Tűzszer. Szeretnék. Már kinézték? Kinéztem, ha nem lesz benne, akkor kifordulok és eljövök. Kiderül, hogy van, aki már egy órája várakozik. Önök fognak elsőnek bejutni a boltba? Hát mi itt vagyunk már 8 órától. 8 óta itt vannak? Igen. Lassan egy órája várakoznak. Igen. És elsőként érkeztek, vagy már voltak itt? Nem voltak még akkor. Uh-huh. És mi az, amiért ön jött? Mit szeretne vásárolni? Televízió, pár műszaki dolog. TV, tűzhely, de állítólag sokan a telefonra mennek rá. Minden esetre a sor egyre hízik, míg nem reggel pontban 9-kor megnyitják a kapukat. Most nyílik, 9 óra van. Lássuk, ki lesz az első. És valószínűleg itt fagyna le egy átlag amerikai Black Friday veterán. A magyar vásárló nemhogy nem tapossa agyon a másikat, vagy ökleli fel a biztonsági őröket, egyszerűen tanácstalanul néznek farkas szemet az üzlet munkatársaival, majd egy kis bíztatás után végül csak megindulnak vásárolni. A hölgy is megtalálja végül, amire vágyott. Melyik tévé lesz az? Ezek közül valamelyik, ez a pici, igen. És mennyit takarítanak meg, azt már látják? Tulajdonképpen annyira nem sokat, mint a tavalyi évben, csak ez ajándék lesz. Hát így néz ki Magyarországon a Black Friday, vagyis a fekete péntek. Sorok azért vannak, pedig péntek reggel van munkanap, de az anyag elején látott amerikai tömegverekedésekhez hasonló szituációra szerintem itt már nem kell számítani. Tanulság? Talán annyi, hogy a felkészült vásárló igenis sok pénzt tud ilyenkor megtakarítani és megveheti azt, amire vágyott. A felkészült kereskedő pedig nagyot kaszálhat. Ellenben a felkészületlen vásárló ráfizet és felesleges dolgokat vesz meg, a felkészületlen kereskedőt pedig akár több 10 vagy 100 milliós bírság is sújthatja. A heti naplóban Bihari Ádám riportját látták.